Nincs jobb szó rá, olyan, mintha szárnyad lenne. Egyé válsz a lóval. Ő csak küzd, te meg repülsz. Gyerek a nyerekben. Nincs még egy ilyen érzés a világon. Nincs. Győztél is? Egyetlen egyszer indultam a derbin, és győztem. Mármint a ló győzött. Én csak ültem rajta. Csak egyszer? Csak egyszer. És akkor azért tudtam győzni, mert megígértem valakinek. Kinek? Valakinek, aki már rég meghalt. És nem lovagoltál többet? Soha? A derbin soha. De edzettem néhány derbikupát nyerő lovat. Miért hagytad abba? Miért nem versenyeztél? Annak megvolt az oka. Talán rosszul emlékszem az öreg fejemmel, de nem baseball edzésen kellene lenned ma. Én inkább ide jöttem. Gyerekkoromban $4 játszottál nekem egy dalt. Van $1.65 a zsebemben. Szép összeg. Hány dalt játszol el érte? Hát ez legfőjebb 2 nótára futja. Amekkora most az infláció. Hány éves is vagy, kölyök? 15? Majdnem 16. Akkor szólíthatsz a kereszt nevemen. Houston. Ha jól emlékszem. Olajozás. Nótát. Igen, nótát. Van az úgy néha, hogy valaki kér valamit, de egészen mást akar. Csak azt akarom, hogy játsz. Jól van, nyugalom, ne sürgesd az embert. A $4 időkben nem sürgettél? Gyerünk a kettesre! Fordulj! Te meg háríts! Ez a jó, ez a jó! Fuss haza! Ez a jó! Mi anyahaját csinálsz? Azt akarod, hogy infarktust kapjak? Te lyukas kezű, te! Jim, eljön ma a fiad az edzésre. Ezen a héten 3 késett. Tudom, beszélek vele. Oké. Hát kérjek valamit. Üssél neki egy párat. Komolyan? Persze. Lenn a sorompó, ég a piros lámpa, de nem jön a vonat. Ébreszt fel! Jól van. Úgy lesz. Miért lógsz mindig? Ha? Baseball edzésről. 3. vagy már itt a héten. Utálom a baseballt. Ó! Ezért vagy a csapatban, mert utálsz játszani? Nem. Mert az apám akarta, hogy benne legyek. Ő akarta, nem én. Értem. Megmondtad? Nem. Ez nem hazugság. Tény eltitkolása. Hogy mi? Tény eltitkolása. Tudsz valamit, és nem mondod el, szavak nélküli hazugság. Tudod, ha valaki férfi, az igazat mond. Ha árt is vele magának. Nem egészen értem. Ha gondolkozol rajta, biztosan megérted. Ez jónak tűnik.
Mit csináltok azzal a kötéllel? Mehet. Nagyon vicces játék, értem már. Gáz neki! Tehát mire jó ez? Mit csináltok, srácok? Miért nem mondtad meg neki? Nem tudom. Azért erőlteti, mert ő benne volt a válogatottban. Ameddig meg nem sérült. Aha. De nem feleltél a kérdésemre. Meg se hallgatna. Sose hallgat meg. Vagy ha mégis fölforna az agyvize. Akkor olyan, mint a traktorom. Mit szeretnél csinálni? Épp ez a baj. Nem tudom. Szeretnek a lovak. Igaz, fiú? Mondd meg neki. Ne, srácok, ez béna dolog. Sasolj és tanulj. Srácok, ne! Hagyjátok abba! Ez hülye játék! Becsületkassa. Nézd! Kihúztam John Slutrián a főnyereményt. Mit gondolsz, öreg? Az én szelvényem is nyert. Ó, hát aki mer, az nyer. Csak nem akarjátok elvenni! Csak nem akarjátok elvenni? Mi vagy te, zöldségzsaru? Ha az öreg Jones nem akarja, hogy elvegyék a pénzét, akkor tartsa elzárva. Kicsoda? Csak egy piás. Jobb, ha tőlem tudod. Egy senki. Egy senkinek pénz se kell. Úgy hallom, szép lovakat tart. Enyvnek se kellenének, olyan lerobbant gebék. Azt is hallottam, hogy bajnok és mesteredző volt régebben. Ja, egy frász bajnok. Bajnokot akarsz? Itt vagyok. A haverom Randy a legjobb akadálylovas az egész megyében. Az államban? Tudnod kell, mi az ábra Overton, ha az apámnál dolgozik az apád. Nézd ki jön. McCardle. Világos. Vesztesnek vesztes a barátja. Ki ez? Patrick McCardle. Első ligás volt az apja. Egy pár szezonban az indiánoknál, nem volt nagy szám. Haza kell mennem. Vár a mami. Megígértem. Hol hagytad a kis cserkészet gyeruhádat? A rohadt életbe. Miért csináltátok ezt, fiúk? Hé, hey, nem tudsz kinyogni egy sziát. Seglik Patrick, ekkora bunkó. Piszkok. Miért? Azt mondod, valami közünk volt ehhez? Írásba is adom, ha kell. Erről nem tehetünk. Igaz, Dani? Megtámadtak a gyilkos paradicsomok. Mit izgat téged? Nincs jogotok ilyet csinálni. Houston Jones a barátom. Gyakorolnod kell még a barátválasztást. Azt ajánlom, ezentúl hagyjátok békén. Mi az, fenyegetsz? Nem. Csak mondom. Kihúzod nálam a gyufát. És ha leégsz? Nem éri meg a balhét. Patrick? Igen? Gyere enni. Miért késtél el? Mászkált. Ne kotyogjatok bele, lányok. Csak ennyit veszel? Nem vagyok éhes. Ilyet se hallottam még. Sajnálom a tréninget. Már harmadszor. Hol voltál? A környéken. Ó, így minden világos. Egy barátommal beszélgettem, és... Ki volt az? Egy fickó. Houston Jones? Talán.
felelj egyenesen, igen vagy nem. Mi ez itt, inkvizíció? Ne beszélj így velem, én kérdezek, te felelsz, ez a módja. Szóval az öregnél voltál, vagy nem? Nála. Megmondtam, nem akarom, hogy oda menj. Miért nem mehetek? Mert azt mondtam. Ez nem elég indok. Ebben a házban elég. Bár ne volnék ebben a házban. Várj! Nem mondtam, hogy elmehetsz. Nem beszélnétek meg később. Kérlek. Menj a szobádba, Patrick. Nem vagyok éhes. Én sem. Na, már csak ez hiányzott. Nem érek rá, Temi, nyúzd a hugarat. Van egy perced? Ja, van. Persze. Hoztam vacsorát. Biztosan éhes vagy. Köszönöm. Tehát, mi bajod van? Semmi. A vacsoránál nem úgy tűnt. Talán apától kérdezd. Tőled kérdezem. Mi baja van Houstonnal? Miért töltesz ennyi időt egy öreg emberrel? Mert a barátom. Ő megérti, hogy... Megérti? Mit? Engem. Szóval, hogy mit érzek, de azt is, hogy mit nem. És mi nem értünk meg téged. Nem, ez nem ugyanaz. Ő más, és ha megismernétek, megértenétek. Nem ő zavar, hanem a rád gyakorolt hatása. Nem ismeritek. Honnan tudjátok, milyen hatással van rám? Tudod, hogy mire célzok. Az a baj, hogy fekete. Nem igaz? Nem, nem igaz. Akkor mi a baj? Az, hogy a barátod iszákos. Te is tudod, én is tudom, mindenki tudja. Mindig azt mondod, hogy a tények alapján ítéljek, igaz? És te mit csinálsz? Elítélsz valakit, akit nem is ismersz. Leszokhat még. Ugyan lett volna bőven ideje. Sok éve. De nem változott meg. Majdnem 16 éves vagyok. Lehet valakiről saját véleményem, igaz? Igen, lehet. Csak a véleményed alapját alkossák tények, nem pedig igaznak remélt dolgok. Kisfiam, olyan szörnyűség lenne, ha egy kis időt korodbeli srácokkal töltenél. Nem. Szeretlek, Patrick. Ne felejts el enni. Nyiha! Hadd kívánjon a lovacskám jó éjszakát! Az enyém is! És miféle lovak ezek? Fehérek! Fehérek? Akkor jöhetnek! A barátod lovai milyenek? Át tudnak ugrani akadályokat. Minek? Ez a verseny. És mi van, ha nem tudják? Dehogy nem, átugorják mindet. Én futnék versenyt. Én meg lóversenyt. Igen. Én is. Lovagolnál? Ide figyeljetek. Ez maradjon a mi hármunk titka. Helyes? Helyes, de adjál $2. $2? Két zsaroló kis fruskának? Na jó, kaptok $2. Ez az, gyerünk! Megérte! Figyelj rám, csak találd el a labdát.
Az ütővel, egy kis erőt bele, gyerünk, srácok! Az a fő, hogy koncentrálj! Na gyerünk, dobd már! A kezed rá magasságban. Ez dobd az. El! Gyerünk! Mi lesz már? Na mi van? Nem sem mozdul! Félnek tőled, McCardle! Be vannak tojva! Igen, félnek, hogy elájulsz! Na nyomás, fel a fejjel, most aztán mindent bele, gyerünk! Figyelj, eltalálod! Ezt ne roncsd el! Petrik, az Istenért, kap már össze magad! Nagyon ügyetlen. Cseréljék le! Koncentrálj! Akkor a pancser! A bal pálcán! Jól van, nem lesz semmi baj, nem mozdul. Szép volt, McCardle! Feljel ütöttél, király! Jól van. Figyelj, hányat mutatok? Hármat? Majdnem eltaláltad. Vicc volt, apu, ne félj. Jó vagyok. Soha ne vedd le a szemed a dobóról. Szóval ez a titka. Legjobb lesz, ha leülsz ütés cserébe. Nem, jól vagyok. A kispadra, McCardle. De semmi baj. Jobb, ha most pihensz egyet. Amúgy a vésztartalék leszel. Addig kipróbálok egy új srácot. Overton, beállsz, gyerünk! Én? Nem, a nénikéd! Gyerünk, futás! Nem lesz baj. Bocsánat. Rendbe jön egy perc alatt. Ne kockáztassunk, Jim. Van. Ülj le. Gyerünk, fiúk! Szia! Még nem volt alkalmam bemutatkozni. Randy Adams. Apámé az Adams építőcég. Hallhattál rólam. Kellett volna? Mindenki ismer a megyében. Én vagyok az állam legjobb akadályversenyzője. Úgy érted, lovon? Igen. Téged is megtaníthatnálak. Ez az? Háríts! Egy pár más dologra is. Tomás a kettesre! Na, hát az jó lenne. Gyújtsd már a rakétát! Remek. De csak emberre randizok. Ez a srácok! Hoppá! Fogd be! Nem volt rossz. Gyorsabban! Várjál! Nem még! Várjál! Na, most gyerünk! Fuss már! Fuss! Na, gyerünk! Fuss! Nem rossz! Jól játszottál. Kösz. Patrick McCabe. Jack Overton. Az a nővéred? Ha? Ja, igen, most költöztünk ide. Mondd, szerinted ez jó csapat? Igen. Veled jó lesz. Hogy van a fejed? Egy számmal nagyobb, de nem zavar. Hogy történt ez? Nem tudom. Másra figyeltem. Gyakran megesik mostanában. Nem fordul elő többet. Tehetséges vagy, látom én, látja az edződ. Mindenki rajtad kívül. Nem úgy veszem észre. Én tudom, még nálam is jobb lehetsz. Úgy sem érnék a nyomodba. Hát mit akarsz csinálni? Mi a vágyad? Szeretném tudni. Nem tudom. Még nem tudom. Nem is izgat az egész, ugye? De izgat. Ha izgatna, hajtanál a sikerért. Nem elég, hogy te hajszolsz. Azt akarom, hogy sikeres legyél. Azt akarod, hogy te legyek. De nem vagyok te. Ebben végre egyetértünk. Friss zöldség, gyümölcs.
Megint nem vagy edzésen. Nem, ma edzőmérkőzés volt. Hazaküldtek, mert fejbe talált a labda. Koppant a kobakod, igaz? Fájt? Ha, nem olyan vészes. Hát, valószínűleg nincs benne semmi, ami fájjon. Talán igazad van. A szüleim azt akarják, hogy ne jöjjek el soha többet. És miért nem jöhetsz? Azt hiszem, aggódnak, hogy mit szólnak az emberek, meg minden. Nem hibáztatom őket. Én igen. Nincs rá okod. A szüleid felelősek a gyerekükért. De ők nem ismernek téged. Há, engem mindenki ismer. Igaz, hogy az emberek olykor túl sokat aggódnak mások miatt, igen. Őszintén szólva, épp azért nyúltam a piához, mert aggódtam, hogy mások mit gondolnak. Mi történt? Élet, fiam. Ő ki? Julie Gillette. Az apja bíró volt, Harlan P. Gillette. Ők voltak azok, akik ma Adamsék. Az övék volt minden. A környék legjobb lovait is beleértve. Náluk dolgoztam. Gondoztam és edzettem a lovakat. Julie egyetlen gyerek volt. Mit csinálsz? Jobb lenne, ha vigyáznál. Nincs sehol senki. Az nem olyan biztos. Ne aggódj már megint. Valakinek muszáj, ha te nem teszed. Mi ez? Szájharmonika? Köszönem. Lovagoljon ki kettesben. Nem lehet. Nekem most be kell fejeznem a munkát. Kérlek. Nem lehet. Gyere. Gyere. Úgy volt minden, ahogy ő akarta. Ő vett rá, hogy lovagoljak. Edzek fatörzs lovakon. Szia, Kleofás, hol jártál? Tekergő. Fatörzs lovakon? Mi az? Olyan ló erre mi felénk, amelyik át tudja ugrani a kidőlt fákat az erdőben, azokat hívták így. Rajtuk ragadt. Imádta a lovaglást, én pedig őt. És mi történt? Én végig tudtam, hogy őrültség. Akkor még másképp fogták fel ezt az emberek. De ez a szenvedély erősebb volt nálam. Hozzád megyek feleségül. Ábránd. Nem az. Nem hiszem, hogy a bíró úr megengedi, hogy férjhez menj egy fekete istálló fiúhoz. Csak azt tudom, hogy szeretlek, és nekem ennyi elég. A családodnak is elég. Nem a családom megy hozzád, hanem én. Ó, ez gyönyörű. Miért adod nekem? Mert ezt a meszt viseled majd a derbin. Téged nevezlek be a lovamon. Ó! Oh. Hát, jó deltás voltál. Milyen? Tudod, izmos. Nem csoda. Nehéz munkát végeztem akkor. De indultál a derbin? Később. Az később történt. És sose lett a feleséged? Nem, sose. Egy bajnok fényképe. Már látom az újságokat. Houston Jones átveszi a derbi kupát. Hát van elég fantáziát kettőnk helyett, és azt meg kell adni. Nyerni fogsz. Julie. Ígérd meg. Az én kedvemért. Ígérd meg. Jó, megígérem. És a győzelmed után bejelentjük az eljegyzésünket. Dombornyomot, meghívókat küldünk szét, és megjelenik az újságban. Ez nem válhat valóra, Julie. Itt nem. Én valóra váltom. Nem tudod.
Ezt nem engedik meg. Engem ugyan nem izgat, mennyi a pénzed. De nem tűrik, hogy egy fekete elvegye a leggazdagabb fehér lányt a megyében. Ez a világ ilyen. Az enyém nem ilyen. Azonnal megmondom apámnak. Ma este. Julie, várj! Julie, várj! Ne csináld! Legalább nem a... Julie! Ezért versenyeztél csak egyszer. Megtartottam az ígéretemet. A bíró tudta, hogy én láttam utoljára, és tudta a sheriff is. Csúnyán meghurcoltak. Utána kezdtem el inni. Aztán hazajöttem, és sose hagytam el a tanyát. Versenyen lovagolni a legjobb érzés, amit egy férfi érezhet, és szerelmesnek lenni. Mindkettő olyan, mint a repülés. Már közelednek a célvonalhoz. Egy fejhosszal Julianna vezet, és győz! A derbi kupát Houston Jones nyerte Julianna nyergében. Sose akartál versenyezni? Hát... nem. Nem tudok semmit a lovaglásról. A baseballt is úgy kezdted el, hogy nem tudtál semmit. Különben se tudnám megvenni Randy Adamset. Biztos vagy benne? Soha, ezt mindenki tudja. Hűha. Ezt a hírt nem láttam az újságban. Tudod jól, hogy értem. Neki van a legjobb lova, a legjobb edzője, a legjobb mindene. Gazdag. De ez semmit se számít. Azért bajnok, mert nem akadt emberére. Kérdezhetek valamit? Mondd, te edzettél már eddig valakit az akadályversenyre? Nem, én csak lovakat edzek, nem lovast. Ja, igen. De nem is kértek még erre soha. Te meg kérsz rá? Igen. Jim! Süti tolvajok szökésben? Neked jogod van a puszihoz. És neked jogod van a csikizéshez. De én vagyok a sütik őre. Na futás, mossatok kezet vacsora előtt. Egy-kettő nyomás! Szóval az őr is sütítsen. Az őrnek jutalom jár. Beszéltél Petikkel? Nem tudom. Az beszélgetés volt. Azért mondd el, jó? Semmi, ő maga se tudja még, mit akar csinálni. Mit vársz? Csak 15 éves. 3 éve van az egyetemig. Készüljön fel. Mire? Te tudtad 15 éves korodban, hogy mit akarsz csinálni? Igen, azt akartam, hogy a legjobb baseball játékos legyek. Hogy sport ösztöndíjat kapjak az egyetemen, diplomázzak, és aztán bekerüljek az első ligába. Ott meg villámgyorsan eltörted a válladat, abba hagytad, aztán csodálatos apa lett belőled. Igen, de voltak céljaim. Honnan tudod, hogy Patricknek nincsenek? Mi a célja? Talán épp most dönti el. Azt hiszem, Patrick nagyon hasonlít rád. Ezért mentek folyton fejjel egymásnak. Erre nem gondoltál?
Jennyt vettem feleségül. És meg sem érdemlettem mázlista. Kell még 20 perc a vacsoráig. Megvan a döntésem. Abba hagyom a baseballt. De hiszen imádod. Nem, az te vagy. Én nem játszom jól, és eddig is csak azért csináltam, mert te elvártad tőlem. Többet segítek, mint eddig. Valami mást akarok kipróbálni. Ebben a családban semmit sem hagyunk félbe. Drágám. És mit akarsz? Lovagolni. Mit? A derbin. A ló drága, hát még az idomár és az ápoló. Nem kerül semmibe. Semmibe? Miért? Mert valaki felkészít ingyen. Houston Jones? Igen, tudom, nem szeretitek, mert nem tudjátok, nem, milyen, nem, de ha megismernétek... Nem, szó se lehet róla. Miért? Mert azt mondtam. Indok nélkül megtiltod? Szívem, a lovaglás nem veszélyes? Az... Nem veszélyesebb, mint ha fejbe dobnak egy baseballlabdával. De neked fogalmad sincs, hogy mi az az akadályverseny. Majd megtanulom. Azt kérdezted, mit akarok csinálni. Hát én ezt akarom. Tudom, nehéz lesz, de ami ér valamit, az nehéz. Nem ezt mondod mindig? Hadd próbáljam meg. Két hónap. És meglátjuk. Köszönöm. Ez az! Igent mondtak. Két hónapom van. Tudod, mi az egyesség? Bármikor bármit mondok, nincs vita. Tudom, nem is lesz. Jól van. Akkor utazunk. Houston, mi a csodát keresünk itt, ahol Randy Adams lakik? Néha nem árt, ha az ember behatol az ellenség vonalai mögé. Mi csoda? Will, vendégeket hoztam. Egy vén kutya meg a fogadott kölyke. Én egy taknyos kölköt keresek, bizonyos Will Gentry-ket nem látta? Minden reggel a tükörben. Patrick McCardle, Will Gentrick. Üdv, hogy van, uram? Köszönöm, jól. Örülök. Will meg én régen Gillette-nél dolgoztunk. A történelem előtti időkben. Hát nem tegnap volt. Hogy, mint Will? Nem panaszkodhatok. Cooper, Randy trénere? Igen, igen. Jó, mint tavaly. Talán jobb is annál. Na és, még áll az ajánlat? Még áll. Versenyző leszel? Igen, uram. És Houston készít fel? Ezt ígérte. Akkor tartja? Ha versenyzel, Patrick, nézd meg rozsdást. Hű. Szia, rozsdás. Hogy vagy? Gyönyörű ló. Az bizony. Kup, kösd addig oda. Jó, rendben. Gyere. Mr. Adams nyugdíjazta. Igen, az mit jelent? Nem versenyez. Miért nem? Úgy gondolja, nem elég gyors. Oh. Maga mit gondol? Amit Houston. Mit gondolsz? Azt, hogy manapság a népek sokat költenek, sokat rohangálnak. A lóról mit gondolsz, Houston? Vagy úgy, a lóról.
Hát azt hiszem, van még benne egy-két verseny. Igen? Én is ezt hiszem. Akkor jó, mert a te lovad. Mi? Talán idegen nyelven beszélek. Rendben. De hogyan? Úgy, hogy 5000 dollárt pengedtem ki érte. De 5-ször annyit is megér. 25000-et ér. Remek üzletet kötöttem. Szóval 5000 dollárt költöttél, hogy lovam legyen? Jobban örültél volna, ha másra költ. Nem, de miért nem lovagolhatok az istállód egyik lován? A derbi nem kerékpározás. Nem pattalhatsz föl csak úgy az első nyerekbe. A ló és a lovas vágjon össze itt, és itt váljon egyé. Különben nem nyerhetnek. Igaz. Ugyan, senki sem nyerhet versenyt. Ezen a lovon. Mi folyik itt? Apád eladja rozsdást. Ideje. Az már csak Virslinek való, semmi másnak. Mi a frász csinálsz itt, McCardle? Megnézem a lovat. És minek? Mi ez, riport? Én vettem meg a lovat a derbire. Ez a ló? Fusson a derbin. És ki lovagolja? Én. Te. Tiszta kabaré. Na figyelj, Coop meg én nem sokára tartunk egy kis edzést. Bámészkodj. És meglátod, hogy kell csinálni. Ez a kölyök lópikulának született, és még azóta is növésben. Ahogy mondod. Houston, honnan szereztél 5000 dollárt? Ne félj, nem raboltam bankot. Megdolgoztam érte. Kikötötted rozsdást? Rozsdás kikötve, és rajtra készen áll. Mikor kezdjük? Először szépen kiganézol, aztán behozod a lovat, és bekötöd oda. De azt hittem... Nem ez az egyesség. Tessék? Abban egyeztünk meg, hogy nincs vita. Azt teszed, amit mondok. Tehát bemész oda, és kiganizol. Fogd azt a citromszedőt. Hogy mit? Ami olyan, mint egy vasvilla. Citromszedőnek hívom. Miért hívod a villát citromszedőnek? Látod az istálló padlót? Azzal bőven szedhet citromot. Ennyi. Ezzel kész vagyok. Jó, akkor most hazamehetsz. És mikor ülhetek rá? Ha azt mondom, ülj rá.
Na mi van, elkezdted a lovaglást? Miért izgat? Nem izgat. A vén pancsertől nem tanulhat semmit. Előttem ne nevezd pancsernak. Miért ne, ha pancser? Sose fogsz annyit tudni a lovakról, amennyit ő. Lehet, de elfelejtette. Most már a szájába se talál bele, és ő a trénered. Kész röhely. De valaha ő volt a bajnok. Vén pancser. Fűnyíron se tudna ülni, nemhogy lóháton. Te csúfolod őt, aki készen kapott mindent? Mit akarsz ezzel mondani? Semmit. Ne hagyd ezt, öreg! Csap már pofán! Hát ezt akarod, Derby kölyök? Hogy beverjem a pofád? Beverhetem. Próbáld meg. Mi az? Nem csak lovagolsz, bunyózol is. Adj neki, Randy! Ne bántsd, Randy! Hey. Jobb, ha most elhúztok. Miért? Mi rosszat csináltok? A sheriff járőrei minden kvadosrácot elkapnak. Itt vannak egy mérföldre. Biztos a vandárongálások miatt. Söprés. De még nincs vége. Miért lógsz ezekkel a disznókkal? Csak néhány jó trükköt mutattak. Annak a trükkét hogyan kerülhetsz gyorsan börtöncellába? Tényleg jön a sheriff? Könnyen lehet. Kaptál el még labdát fejjel? Nem, azóta nem. Mit keresel különben erre? Tréning ezek az akadályversenyre. A derbire? Lovagolsz? Igen, a tanyán lakik a trénerem. Van lovad? Igen, persze. Rozsdásnak hívják. Szép kocsi. Kösz, most szereztem jogsit. Megegyeztem a szüleimmel, hogyha vigyázok Csákra, kapok egy verdát. Mennünk kell. Köszi. Mit köszönsz? Az időzítést. Az időzítést? Igen. Jókor jöttél. Aha. Te pukisztál. Te voltál. Fű de büdös. Nem én voltam. Mama, Annie hazudik és pukizik. Nem mondunk ilyen szavakat ebben a házban. Mi ez a szörnyű szag? Én volnék. Istállót takarítottam. Oh. Attól jobban lovagolsz? Ilyen rémes. Sajnálom, de a lovam maga alá csinál. A lovad? Igen, rozsdás. Van egy rozsdás nevű lovad? Houston vette nekem. Jones lovat vett neked? Igen, a megtakarított pénzén. Mennyi volt? 5000. Dollár? Igen. Tehát 5000 dollárt költött egy lóra? Igen. És honnan volt neki 5000 dollárja? Nem rabolt bankot. Remélem. Azt hiszem, egy kicsit jobban meg kellene ismernünk azt az embert. Sokkal jobban. Kösz a kirándulást. Nagyon élveztem. Talán hasznos lesz, hogy láttad, Randy, hogyan ugrat. Hasznos volt. Miért akarsz részt venni a derbin? Van egy érzésem. Ó, egy érzésed? Igen, de nehéz megmagyarázni. Érezted már legbelül, hogy tudsz valamit? De nem vagy benne egészen biztos. Igen. Hát ez van. Érzem, hogy meg tudom csinálni, csak azt nem érzem, hogyan. Azt hiszed, meg tudod verni Randyt? Nagyon jó. Edzésben van. Igen. Houston szerint más a lovaglás és a versenyzés. Milyen Houston?
Ő az edzőm. Tudod, rendez egy kerti bulit. Egy pár nap múlva. Mi lenne, ha eljönnél? Elmehetek. Igen? Szívesen. Te ez, Randi? Azt hiszem az. Kire? Meg kell tanulnod, hogyan reagál. Hogy működnek az izmai. Meg kell mutatnod, hogy minden mozdulatot szelíd, de határozott. Éreztetned kell vele, mikor gyorsítson, és hogy mindent meg kell tennie, amit mondasz. Elmondhatom mindezt a kezemmel. Beszélhetsz hozzá, de a kezed, a tested, a mozgásod az, amire válaszol. Válaszolni fog. Nagyon jó ez a hely. Kapd el! Ügyesen! Nem árt előtte bepáncolni. A kislányaink, Temi és Eni. Hello! Hello. Szervusztok! Milyen a buli? Jó. Jó. Jól érzitek magatokat? Igen. Láttátok a kutyámat? Igen. A neve Kleofás. Akartok játszani vele? Igen. Játszatok csak vele, szelíd. Köszönjük a meghívást, Mr. Jones. Mondja csak Houston-t. Houston. Ugye maga ide valósi? Igen, itt születtem. Jó látni, hogy ma is a legszebb asszony a megyében. Persze ez a fruska egy szép napon utolérheti még magát. Játszott 2 szezont a Clevelandben, igaz? Igen, igaz. És aztán megsérült. A jobb válla. Igen. Én abból élek, amim terem. Hallom, vett a fiamnak egy lovat. Hát, valóban. Megnézhetem? Ó, persze. Nem sokára láthatják a lovat. Drágám, azt hiszem, tudunk várni vacsora utánig. Kénytelen vagyok elnézést kérni maguktól. A jó pecsenyéhez itóka is kéne, de Houston Jones tanyáján újabban szesztilalom van. Ugye értik? Igen, azt hiszem, igen. Na, ez az, kapd el! Buli és minket nem hívtak meg. Ez hiba volt. Hogy tehettek velünk ilyet? Fogalmam sincs. Meg kell torolni ezt a sértést. Megtesszük. Ennél jobb roston sültet sosem ettem. Köszönöm. Én... csak magamnak főzök is Kleofásnak. Ő nem kényeztet el a bókjaival. Régóta él itt? Már sok-sok éve. Nem sokáig dolgoztam a régi Gillette anyán. Még az ükapám vette ezt a darab földet a polgárháború után. Na mi lesz a lóval? Megmutathatom? Ó, nekem akármikor megfelel. Gyere. Ez a Patrick fiú majd megvész azért, hogy lássák végre. Akkor jöttök. Gyerünk! Persze! Ez a tiéd, Petri? Igen! Ugye milyen szép, mama? Ez gyönyörű. Ez szuper! Ez nyerő. És ez drága. A régebben rozsdás, jól idomított, sokat ígérő versenylónak látszott. De a gazdái leírták. Petri meg én, hát... megpróbáljuk visszavinni a versenypályára. Beszélhetünk 4 szem közt? Persze. Mr. Jones? Mondjon csak Houston-t. Houston.
Hadd legyek őszinte, engem egy kicsit feszély ez az ingyenes edzés, meg az ajándék. Sokba került. Bevallom, nem tudom, mit nyerhet ekkora befektetésen. A fiam 15 éves. Értem az aggájait. Előbb meg kellett volna kérdeznem maguktól. De Patrickből sugárzik valami varázslat. Ez komoly. Ugye érti? Nem egészen. Hosszú évek óta nem láttam ilyen köteléket ember és állat között. Ritka adottsága van. És megmondom őszintén, engem elragadott a hív. Biztos, hogy az én fiamról beszél? Az a fiú és ez a ló olyan összhangban van, ami az életben egyszer jön létre. Komolyan ezt hiszi? Nem csak hiszem, hanem tudom. Az a kérdés, maga elhiszi-e? Nem lenne jobb, ha felülnék? Akkor nem látnád. Tessék? Ha csak nincs röntgen szemed. Nem látod a ló izmait, mikor rajta ülsz? Látnod kell, hogy mozog. A földről kell látnod. Így, ha felülsz rá, érzed majd, hogy mit csinál, és nem kell látnod. Mindent érzel. Azt mondtam, dolgoztasd! És lusta! Úgy edzed ezt a lovat, hogy győzhessek majd vele a derbén. Nincs más melód! De neki lovas kell, nem csak tréner. Trénernek vettek föl. Hát edzed! Nem érek rá szarakodni, te csak dolgozz és fogd be a szád! A vitának vége. Igen, tudom. Te lovagolsz majd rajta, nem én. Figyelj mindenre, amit csinál! Hogy megy neki? Halad. Megint üres a zöldséges tandja. Nincs időm feltölteni. Nekem van. Szép, hogy felajánlja, de nem szükséges. Nem kedvességből akarom csinálni. Én szeretem az üzletet, van érzékem hozzá. Nekem jó, ha nyitva a bolt. Mennyit kér a bevételből érte? Nem tudom. Legyen 60-40. Jó, de kinek 60 és kinek 40? Pénzfeldobás dönt. Azt hiszem elég. Biztos. Rozsdás az én lovam. Igen, a tiéd. Akkor elég. Jó, a te lovad, de azért... Úgy lovagolod, ahogy mondom. Mi a jó ebben? Csak futtatom körbe, ganézok utána és etetem. Ő lovagol rajtam. Van benne valami. Patrick. Oda néz. Utánam jött. Utánam jött. Mert már bízik benned. Igen. Mit gondolsz, miért dolgoztál ilyen sokat? Hogy bízzon benned. És a bizalmát ki kellett érdemelni. És ez mit jelent? Hogy holnap felülhetsz rá. Végre! Fáradt vagy? Nem jobban, mint máskor. Hogy ment? Jól, felülhetek rá végre. Örülsz neki, igaz? Igen. Tudod, ha van kedved... Mondd. Szóval nem tudom, mennyi most a munkád, és...
De holnap talán, ha esetleg... Esetleg? Nem érdekes. Akkor... Akkor bemegyek. Muszáj tanulni. Hetek óta nyaggatsz, hogy lovagolhass már. Eljött az ideje is. Semmi. Mi bajod van, kölök? Csak megnézem, rendben van-e minden. Ellenőrzem. Jó lesz. Úgy látom, jó. Jó van. Semmi baj, semmi baj. Na jó, még egyszer. Lezítsd át a lábadat. Igen, tudom, tudom. Bal kengyel, jobb lendít. Ez az. A legfontosabb, amit meg kell jegyezned, hogy mindig mondd meg neki, mit csináljon. Most már bízik a hangodban is, érted? Rendben. Na és hogy indítsam el? Csak nyomd meg az oldalát a csizmáddal. És beszélj hozzá, mint mikor futtattad. Csak mondd, hogy indulj, és kész. Jól van. Rozsdás, indulj. Nem esett bajod? De igen, leestem. Ne hagyd most abba. Ülj fel újra. Azt hiszem, kifárasztottad. Na, most már megszokta a súlyodat a hátán. Kicsit lazíthatsz. Na, milyen érzés? Mint a világ tetején. Ugye mondtam. Így már jobb. Egy kicsit jobb. Na? Ugye jó játék? Hogy tudtál belerángatni megint? Jutalmú kapsz jégkrémet. Micsoda? Kiszúrod a szemem egy jégkrémmel? Jó üzlet, nem? Nem is volt olyan pocsék. Mi a jégkrém? A ganézás. Hát, nézőpont kérdése a dolog. Van, aki lóbolond, és van, aki allergiás. És van olyan lóbolond, aki allergiás is. Az apám szerint többet mond az ember azzal, amit nem mond ki. És ez mit jelent? Azt, hogy fontosabb, amit teszel, mint a szövegelés. Okos ember a papád. A tiéd is. Bárcsak ő is ezt gondolná rólam. Honnan tudod, hogy nem? Ő aztán nem. Megkérdezted már tőle? Nem. Miért nem? Félek, hogy megmondja, amit gondol. Mi van? Csak van valami az orrod egyén. Gyere! Ott sem érsz utol! Ez az, Patrick! Térd össze, zárd, test laza, hát egyenes! Most szépen ülöd meg! Elég soká tartott! És biztosan is, ez az, így kell csinálni! Jól van, felkészültél az ugratásra. Fordulj és fuss neki! Kiha! Jól van, Patrick! Csak engedd, hogy átugorja!
Sikerült! Istenem! Jó, jó, ez jó! Hello! Nézze csak a fiát! Nézem egy ideje. Ahogy mondtam, ritka tehetség. Szép volt! És elüti a labdát! Na most aztán elegem van ebből. Hagyják abba a tüstént. Ez magánterület, menjenek innen. Miért? Mit csináltunk? Jobb, ha hívom a sheriffet. Sheriff? És mit mond neki? Azt, hogy amit művelnek, birtokháborítás, rongálás, vandalizmus. Mit gondol, elhiszik ezt magának, vén ember? Én mást hiszek. Azt hiszem, elment az esze. Szenilis. Igen. Ezért a tragacsával nekitolatott a standnak, és már nem emlékszik rá. Ez történt itt. Ugye, Donald? Ez? Mérget veszek rá? Gyerünk, hagyják el a földemet. Hallom, hogy megkerül trénere. Ügyes? Azt hiszi, van esélye a derbin ellenem? Hát nincs. Én azt hiszem, neki pont annyi esélye van, mint egy elkényeztetett taknyos kölöknek, akiből csak egy újabb mihaszna ingyenérő lesz, ha felnő. Gondolom, ezt megértette. Az utolsó versenye lesz, öreg. Garantálom. Hé! Hey, mit csináltatok? Az Istenért, Houston, mi történt? Rosszul van, mi baja? Csak egy kicsit. Nehezen kapok levegőt. Hívd a 911-et. Nem kell, fölösleges. Randy és Donald izgatott fel, igaz? Mentőkocsit kérünk Houston Jones tanyájára, meg kell fékezni őket. Kérünk, siessenek. Oda sok munkát, Jill. Az nem számít, nő helyette másik. Harcski, mindjárt itt a mentő. Sose voltam kórházban, nem kezdem el vénfejjel. Nem akacskodj, mit árthat, ha megvizsgál egy orvos? Fölösleges. Senkit se kényszeríthetek a kezelésre. Ez a törvény. Igen, ez. A pulzusa stabil, de ki tudja meddig. Azt ajánlom, hívjanak orvost, hogy kezelje a szívritmus zavart. Az én ritmusom mindig is ilyen zavart volt. Menjünk. Gyerünk. Tenned kell valamit. Miért? Azért, mert tönkretették, ami a tied. Mire mennék azzal? Le kell már törni Randy szarvát. Azt képzeled, érne valamit, ha följelenteném. Nem változna meg. Későre jár, induljatok haza. Jól van, de ígérd meg, hogy elmész az orvoshoz holnap reggel. Nem kell nekem, doktor. Mellesleg a nyavajás szívemért csak magamra vethetek. Kleofás majd vigyáz rám, ugye, véntekergő? Persze. Többet ér, mint egy doktor. Ez az. És milyen gyorsan megy, ha én ilyen gyorsan... Hogy megy neki? Akkor sose kéne nekem autó. Ilyen született lovas tehetséget nem láttam még soha. A maga műve. Á, nem, a fiú műve. Megtalálta, mi való neki, és jól csinálja.
Soha semmibe nem feledkezett még így bele. Mr. McCord, nagy dologba akarok a fiával belevágni, de kell hozzá az engedély. Ne ugrass ilyen bolondságba, drága az időm, Houston John. Nyakig vagyok a munkában. Én is tudom, Orville, de adj egy esélyt a srácnak. Olyan ez, mint a karám, nincs különbség. Éppen csak ezerszer nagyobb, mint a karám. Figyelj csak, Rozsdás nagyon izgatott lesz az igazi pályán. Ki akar adni magából a kedvedért mindent, de te fogd vissza, kíméld a lovat. Tudod, mikor eresztheted meg? Érzed? Vagy ő érezteti veled? Csak bízd magad az ösztönödre, érted? Megpróbálom. Nem. Ne próbáld, csináld. Nem lesz nehéz. Csak bízd magadban. Én bízom benned. Kezdjük. Felkészülni! Vigyázz! És... rajt! Jó Istenem! Köszönöm az időrablást. Ne köszönj még semmit. Inkább engedd meg, hogy még egy kicsit raboljam a drága idődet. Térdre kényszeríted őket, fiú. Így lesz. Szoros. Belül van. 200 másodpercen múlt. Vagyis? Belefér. Akkor nem volt időrablás. Felkerül a rajtlistára. Na, mit szólnak hozzá? Azt hiszem, a baseballnak annyi. Sikerült, megvan a szintidő. Tekintélyt is szereztél vele. Hogy tekintélyt? Hogy értem ezt? Az időd a többiekével együtt benne lesz a jövő heti újságban. Király! Hallod, fiú? Mit szólsz hozzá? Jó csapat vagytok. De nem biztos, hogy ez elég lesz. Mi az, hogy nem? Nem hiszem, hogy megverhetem Randy Adams-et. Láttam lóháton. Több kell ehhez a lovaglásnál. Valami itt bent. Rozsdásban megvan. És benned is. Csak hinned kell ebben. Tudod, a felkészülésen kívül két dolog teszi a biztos bajnokot. Győztes ész és szív. Neked megvan. Randynek nincs meg. Ilyen egyszerű. Bármi történik is. Köszönök neked mindent. Tehetséged van. Ne tedd, amit én. Nagyon vigyázz rá. Ne hagyd cserben. Ápold. Rendben van? Megígérem. Akkor jó. Megtaláltam Julie. Megvan benne. Otthon találtam Kleofásnak is. Patrick családját. Jó emberek. Régóta vársz már. Régóta. Érdekes ez a cikk.
Itt a döntőbe jutottak névsora. Igen? Na mi lesz? Kinyugod már végre? Itt a neved. Gratulálok, kisfiam, tudtam, hogy bejutsz. Hová be? Hová be? Utánoz, mama. Nem igaz. De igaz. Nem igaz. Hallod, már megint utánoz. Lányok! A bátyátok bejutott a derbi döntőjébe. Igen! Azt írja, hogy a győztes egyetemi ösztöndíjat kap. Tudtad ezt, Linda? Nem, nem tudtam. Úgy látszik, mégiscsak az én nyomdokomba lépsz. Igen. De győznem is kell. De hát, hogy érte el a szintidőt ilyen hamar kezdő létére? Mit számít az? Neked a nyomodba se ér senki. Mit izgatod magad? Nem izgatom. Megkerdelek, Pancser, és én majd teszek róla, hogy csúnyán leégjen. Csak hogy tisztázzuk. Piszkos úr, sok a munka. Hol van Houston? Talán még bent a házban. Hol van Kleofás? Houston! 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 Nem. Houston! Nem. Houston, ébredj fel! Nem. Houston! 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 Készen vagy? Teljesen egyedül volt. Ez már így van. Úgy megyünk el, ahogy jövünk. Egyedül. Szerettem. Ő is téged. És büszke volt rád. Ahogy én is. Nem csak azért, mert eljutsz a derbire, hanem másért is. Miért? Mert önálló vagy. Azt teszed, amiben hiszel. Ettől leszel férfi. De most nem tudom megcsinálni. Ezen még lesz időt gondolkodni. Soon I will be done with the trouble of this world. Trouble of this world, trouble of this world, soon I will be done with the trouble of this world. I'm going home to live with my Lord. Szeretett és szerették. Jobban törődött másokkal, mint önmagával. Fájdalmunkat csak az enyhítheti, hogy most nyugodalmat talál a mindenható kebelén. Ámen. A bárány vére által, tisztán.
Ámen. És feltámad a végső napon. Hamu a hamuhoz, por a porhoz. Nem hozunk semmit a világra, és nem viszünk el semmit. Az Úré minden. Halt Houston Lee Jones, mi barátaid és szeretteid. Hálát adunk csöndes életedért. A jók szerény dicsősége kísérjen utadon. Rábízzuk testedet e megszentelt földre. Ámen. Ámen. Rozsdás várja a lovasát, Petrik. Harmadik napja. Még se indulok a Derbyngyel. Mi? Miért nem? Csak képzeltük, hogy elég jó vagyok. Houston úgy gondolta, hogy elég jó vagy. Houston nincs itt. Nélküle minden egészen más. Szóval nem indulsz, pedig mennyit dolgoztatok Houston is, és te is. Te ezt nem érted. Igazad van, nem értem. Azt hittem, Randy a vesztes. Jobb lesz, ha nem szólsz bele. Én már döntöttem. Hagyj béké. Világos? Houston félreismert téged. Nincs se tehetséged, se bátorságod. Ennyi hajtás után miért? Nélküle nem indulok. Nem tudok. Nem tudsz, vagy nem akarsz? Olyan mindegy. Pedig te ültél azon a lovon. Te lovagoltál azon a lovon, nem pedig Houston. Nem vagyok képes. Nem megy. Mindannyian láttuk, mit tudtok. De meg Rozsdás egy kisebb fajta csoda. Nincsenek csodák. És nem mi vagyunk a legjobbak. Én úgy gondoltam, kudarcot vallasz, ha indulsz a derbin. És most jobban bízom a sikerben, mint te. Félek, hogy megbánod, ha nem fejezed be, amit elkezdtél. És hagysz veszendőbe menni ennyi kemény munkát. Már döntöttem, anya. Elég baj az. Keres valakit ebben a házban? Nem. Ez az egész itt Houston Jones birtoka. Már csak volt. Mi a csodáról beszél? Hát, a megye lefoglalta. Nem tehetnek ilyet! De jelzálog volt rajta. Sajnos, kis hölgy. Dobra verik. És ha szükségem lenne valamire a házból, én most mennék érte. Kapizsgálja.
Istenem, mindegyiken Patrick van. Mi ez? Itt vagyok. Mit akarsz? Ha tovább rágod a fülemet, akkor menj el. Ezt neked hagyta. A házban találtam. Mi ez? Nem tudom. Cédula van rajta. A halála előtt egy nappal írta. A versenyző meze. Rád hagyta. Patrick, ha ezt olvasod, én már nem leszek. Régen feladtam a reményt, hogy ezt még viselhetem. Nem ismerek senkit, aki nálad jobban megérdemelni. Mindent megtanítottam neked, amit tudok. Többet nem tehetek. Most már minden csak tőled és rozsdástól függ. Büszke vagyok rád, fiú. Fenemód büszke. Jó ember vagy, és örülök, hogy ismerhettelek. Szeretettel, Houston. Szeretlek. Jó napot és jó mulatást, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a Derby kupáért vívott 103. versenyen. A lovak és lovasok bemutatása alig 30 perc múlva elkezdődik. Jó lesz? Jó, de szoros legyen. Nagyon szoros. Felhúzhatod. Figyelj, az utolsó akadály után középen akar majd maradni, de irányítsd a korlát mellé. Ne taníts nyerni, Coop. Nem nyerni tanítalak, hanem lovagolni. Akkor meg nem kell mondanod semmit. Igen? Szia, Jill! Mikor? Igazán? Ha, mindjárt ott leszünk. Mi az? Patrick indul. Ha-ha! Egyszerű! Oh, futás! Nyomás, már csak egy óránk van hátra. Gyerünk gyorsan! Gyerünk, gyerünk, nyomás! Ez nem igaz! Nem indul a tragács! Mi a gond? Szüle viccesz! Várj, 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 megnézem, nyisd fel a tetőt! Most próbáld meg! Fel kell hívni a papámat. Nem megy. Jaj, ne! Ne most csináld! Mi van? Elfelejtettem feltölteni az akuját. Houstonnak nem volt telefonja. Hát ez téboly. Az előbb még jó volt, és most már néma. Nagy gubanc. Akkor vége a dalnak. Fogd be, csák! Alig, hanem megdől a néző csúcs a híres Bogart pályán, ahol 20 perc múlva elindítják az akadályversenyt a Derby kupáért. Hol vannak? Nem értek volna még ide? Majd megjönnek. Hagyj békén! Figyelj, korai még felnyergelni, majdnem fél óra van hátra. Te vagy a Derby kupa védője? Nem, nem, hanem én vagyok. Talán elfelejtetted, Cooper? Nem izgat, hogy ki vagy.
Mit csinálsz? Nem jössz rá, Einstein, kilépek. Linda, vigyázz rájuk, mindjárt jövök. Hova mész? Ó, Istenem, nem tudom elhinni. Ha itt lenne akvádom, hoznék segítséget. Igen, ha lenne sonkás szendvicsem, nem halnék ihen. Én tehetek mindenről. Minek léptem vissza? Jó, jó, csak ne kínozd magad. Azt vállalom én. Nagyon profi benne. Mi a probléma? Apa! Mr. McCarlin, nem indul az autó. Jó, nyisd fel a tetőt. Várj, itt kell. Igen. Szabad. Hölgyeim és uraim, most jelenik meg a pályán a Derby Kupa védője, Justícia, és a nyergében lovasa, Randy Adams. Kár, hogy nem láttátok. Bebiztosítottuk egy kicsit, hogy ma Randy győzzön. Randy egy cuki papa. Azt hiszem, látom már. Mit? Megfognád ezt? Persze. Úgy látom, kihúzták a kábelt az elosztó fejből. Nem lehet véletlen. Randy Adams. Igen. Vagy az a hülye Donald. Jill, megpróbálsz indítani? Azonnal. Tessék. Ez az. Csodálatos vagy. Gondolod? Ez a munkakörömhöz tartozik. Igen, tudom. Kösz, apa. Máskor is. Na, gyerünk, indulás, ti elől. Mi lesz, ha elkésünk? Fogd be, Chuck! Hölgyeim és uraim, a lovak a pályán vannak, és készen állnak a 103. akadályverseny rajtjára a... Houstonért. Houstonért. Azt hittem, nem érsz ide. Menned kell, Patrick. De be sem melegítettem rozsdást. Nincs idődre. Nem számít. Sok szerencsét. Háromra. Kettő. Lábat a kengyelbe. Ez az. És verd meg őket. Várj! Szoros volt. Mi az? Csak mondok valamit. Mit? Bízom benned. Szájon csókolta, mami. Azt hiszem, csak a szájával fogta be a száját. Én is szoktam néha. Én is. Van itt még egy lovas, Patrick McCardle, elérte a szintet. Hello, uram. Hello. Itt az áll, hogy önként visszalépett. Ez valami tévedés. Indulok a versenyen. Hát, jó a szintidő, és itt van. Lova? Rozsdás. Trénere? Houston Jones. Harminc másodperce van még. Köszönöm. Gyerünk, rozsdás. Itt a mai verseny utolsó résztvevője, az egyes rajtszárú rozsdás, a lovasa Patrick McCarlin, trénere a néhai Houston Jones. Hát mégis ide dugtad a képet, hogy nézd a hátamat a célig. Majd kiderül a cél. Ne kerülj az utamba, pacse. Gyerünk, Justícia. A mezőny már rajtrendbe állt. A zászló fenn. És most rajt! Gyerünk! Justícia nyergében vett kiedek szellőröntön az érre. Második helyen meglepetés, majd három pedig trükkös fiúval. Nagyon lemaradt. Semmi baj, csak a kezdet. Nehéz megállapítani a sorrendjüket.
nézni sem tudom. Tóstás, őrült Alexet és Simlis Sakot. Most jutott túl a mezőny az első akadályon. Ki akar adni magából mindent a kedvedért, de te fogd vissza a kémérdalomat. Justícia vitathatatlan előnnyel vezet. A nyomában trükkös fiú. Őt követi Porfelhő, Simlis Samu, Rozsdás és őrült Alex a sereghajtó. Vegyél fel, nem látok! A közelebb érnek jobban lehet. Reddy Justícia nyergében biztosan vezet. Utána a trükkös fiú következik, aztán meglepetés, Porfelhő, Rozsdás, mögötte őrült Alex, és most Simlis Samu zárja a mezőnyt. Gyerünk, Justícia! A lovasok elértek a táv feléig, és változatlanul Justícia van az élen. Nagy meglepetés, hogy meglepetés a második. Trükkös fiú most megközelíti, és Rozsdás is felzárkózik az élbolyhoz. Tudod, mikor erez neki? Bízzál magadban! A sereghajtó őrült Alex. Megkert most gyorsít. Már csak 600 méter van hátra. Justícia vezet, de Rozsdás igyekszik megelőzni. Kopj le! Ilyet nem szabad! Ki kell állítani azt a szemétládát? Egy fél hosszú különbség a lovat is. Mutasd meg, mit tudsz! Hajrá! Justícia Randy Adams-szel még kitart, de fáradni látszik. Szép! Jön Rozsdás! Gyerünk, Rozsdás! Milyen könnyen! Hajrá, Patrick! Ez az Patrick! Justícia lemaradt. Patrick McCardle és a Houston Jones edzette Rozsdás megnyeri a derbi kupát az utolsó métereken! Micsoda verseny! Micsoda verseny! Ez az egyik leghihetetlenebb győzelem a derbi kupa hosszú történetében. Ez az, Patrick! Ez az! Mit szólsz ehhez, Rozsdás? Sikerül. Az idei derbi kupát ezennel átadom a győztesnek, Mr. Patrick McCardle-nek. Gratulálok! Gratulálok! Szép volt, Patrick! Szép volt! Ez igen! Gratulálok! Szép volt, Patrick! Szép volt! Ez igen! Szép volt! Ahogy mondtad. Mintha szárnyam lenne. Megtarthatjuk. Magyar hangok. Cető Roland, Pap János, Kárpáti Levente, Kis Erika, Cető Zsanett, Gacsal Ádám, Morvai Bence, Barát István, Kis Bernadett, Ungvári Zsófia, Pap Dániel, Csondor Kata, Tóth G. Zoltán, Barát Attila, Orosz István, Konrád Antal, Láng Balázs, Kis Anikó, Kapácsi Miklós, Lázár Erika, Frumen Gergely. Magyar szöveg Asztalos József, hangmérnök Porica Imre, vágó Göbjös Attila, gyártásvezető Kincses Tamás, szinkronrendező Orosz Ildikó. A szinkront az HBO készítette. Produkciós vezető Végödön. Nothing ventured, nothing gained.
Life is the hand that you must play. If you can win more than you lose, you get to play another day. Cause you're a winner, winner. Don't you know you are? Winner. Yes, you are. Winner. Because you were born. Born to be a winner. You are a winner. Winner. Hey, hey. Yes, winner. You were born. Nothing ventured, nothing gained. Life is the hand that you must play. If you can win more than you lose, you get to play another day. Cause you're a winner, winner. Don't you know you are? Winner. Yes, you are. Winner. Because you were born. Winner. You are a winner. Winner. Hey, hey, yes. A winner. You were born. A winner. Born to be a winner. Nothing ventured, nothing gained. Life is the hand that you must play. If you can win more than you lose, you get to play another day. Cause you're a winner. Winner. Don't you know you are? Winner. Yes, you are. Winner. Because you were born. Born to be a winner. You are a winner. Winner. Hey, hey, yes. Winner. You were born. Born to be a winner.